A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Már is kezdődik családdal foglalkozó magazinunk itt a televízióban. Nagyon aranyos babákat láthattunk az imént a Szignálba. Egy kicsit ilyenkor az embernek újra visszajön az a bizonyos babázgatásos történet, de hát minden baba felnő egyszer, és aztán iskolába kerül. Aztán az iskolába kerül, akkor ott jönnek a nehézségek, mert hogy nagyon sok a feladat. Most, hogy ez mennyire túlterhelés vagy nem, hát ez lesz a témánk a mai műsorban. A stúdióban nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, szakértőinket, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van velünk újra Kosszi Janka. Azért elmondom most is, hogy előadó művész, énekes, tanár, és hát természetesen coach. Sziasztok, köszöntök mindenkit. És köszönthetem Gábor atyát is, azaz Tornyai Gábor plébánost, mentálhigiénés szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sokat halljuk, hogy túl vannak terhelve a gyerekek, és akkor az ember próbálja felidézni, hogy most akkor nekem ez mi volt, hogy volt, hogy én ezt akkoriban túlterhelést éltem-e meg, vagy csak most ezt mondogatjuk, mert divat mondogatni. Mi a helyzet? Túl vannak terhelve a mai iskolás gyerekek? Van egy kérdésem. Neked hány olvasókönyved volt? Fogalmam. Egy biztos. Mondjuk első osztályos körülbelül, második osztályos körülbelül. Egy biztos, és illetve volt valami feladatgyűjtemény talán. Oké. Okay. Janka, te már egy másik korosztály vagy, neked hány olvasókönyved volt, emlékszel még rá? Szerintem egy kezemben meg tudom számolni körülbelül. Aha. Igen. Hányadik osztályban? Mondjuk második, harmadikban, hogy ne csak az elsősöket nézzük. Nem tudom, szerintem a kettőt halál. Talán. Ez a mosomosodája volt, meg a Geogős Dunál. Az egy ajánlott olvasmány volt, olvasókönyv, ami iskolakönyv. Egy. Oké. Most az én unokámnak matematikából van 3 vagy 4 könyve, magyarból 5 vagy 6, ilyen vagy olyan vagy amolyan megfogalmazásban és fajtában. Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy túl vannak-e terhelve a gyerekek, akkor ha csak ebből indulok ki, azt tudom mondani, hogy igen. De ha abból indulok ki, hogy nekünk olyan könyvünk volt, amiből kevés kép, kevés szín, kevés fajta dolog árad felénk, most nagyon színes, nagyon tarka, tehát az idegrendszert eleve túlterheli, már az, hogy nézi. És még nem beszéltünk arról, hogy milyen fajta oktatási rendszer, vagy milyen tematika van ebben a könyvben. És van még egy dolog, hogy össze-vissza írnak a könyvekbe. Tehát te még megtanultad azt, hogy a könyvnek a szentsége az egy szentség. Te még megtanultad azt, hogy a könyvnek illata van, hogy a könyvet még becsülöd. Ezek a gyerekek már úgy nőnek fel, hogy össze-vissza írnak mindenféle könyvbe, meg jelölnek, meg mindenféléket kell nekik csinálni, mert ilyen munkafüzet könyvek vannak, meg egyebek. Óriási mennyiségű az a teher, ami a gyerekekre ideje korán hárul. Én emlékszem, első osztályos koromban nekem 4 óránál nem volt több órám egy nap. Heti 20 óra volt, elmehettem ebédelni, és utána volt egy kis játékidő, és utána napközben megírtuk azt a kvázi 20 percnyi tananyagot. Ehhez képest most a gyerekek bemennek reggel az iskolába 8 órakor, nem jöhetnek ki, csak jobbára délután 4 vagy azután, és iszonyat mennyiségű órájuk van. Tehát már az elsős gyereknek van 5, meg van akinek 6 órája az első osztályba. Most akkor képzeljük azt el, hogy felnövekszik egy kicsit, ez a gyerek mondjuk felsős lesz. 0. órája van, és 7 órája van. 8-es. Az 8 óra. Menjen be a gimnáziumba. 8, 9, 10 órája van egy gyereknek. Nincs idejük enni. Most akkor túlterheltek ezek a gyerekek? Biztos, hogy észszerűtlenül van ez az egész megoldva, és én azt gondolom, hogy ezen nagyon gyorsan kellene valamilyen irányba változtatni, mert a gyerekek szoronganak, depressziósak, óriási tömegben van mentálhigiénes probléma most már az általános iskolában, de tovább megyek, óvodásokat hoznak hozzánk szorongással. Valójában nem kell, hogy az iskolába járjon, vagy hogy több tankönyve legyen, akkor is több inger éri ma már a gyerekeket. Igen. És akkor itt ezt mondhatjuk azt is, hogy azért valamelyest ők
egy picit jobban belenőnek. Tehát kicsit más, hogyha most időutazást tudnánk csinálni, és akkor a 70-es évekből egy kisiskolás hirtelen a 2022-es évbe kerül be az osztályba. Nyilván ő nem nőtt bele, tehát neki pluszban nehéz, mert valamelyest ezek a gyerkőcök ebbe születtek bele, még akkor is, ha a vége aztán lehet, hogy sok. Uh-huh. Tulajdonképpen, ha ilyen oldalról nézik, és én ezzel akartam még a Zsuzsi gondolatát kiegészíteni, hogy eleve, ha már csak abba gondolok bele, hogy már 3-4 éves gyerekek, akik még messze nem óvodások esetleg még, vagy valahol abba a korosztályban vannak, hogy kezdőovisok, hogy hányszor vannak mondjuk tévé előtt és vibrál előttük, uh-huh. vagy hányszor ülnek számítógép előtt, vagy hányszor kapják meg apáiktól a mobiltelefont, hogy addig is csöndben van, mondjuk még kisebb gyerek, és már akkor is rengeteg impulzus éri, amit valahogy föl kéne dolgoznia. Tehát, hogy van egy ilyen vibráló hatás, ami azt gondolom, hogy olyan szempontból is fontos, hogy sokkal gyorsabban kell feldolgozni a nagy mennyiségű információt, míg mondjuk a klasszikus értelembe vett mesélés történetek, vagy a játszós történetekben meg volt a saját tempója, hogy ő hogyan tudja feldolgozni azokat a hatásokat, amik érik. Tehát, hogy eleve van egy ilyen otthonról érkezett, vagy egy otthonról hozott, mondhatom azt nyugodtan, hogy terheltség, vagy egy ilyen már eleve fölpörgött állapot, és ez a gyerekek idegrendszerét is szerintem rendesen pörgeti. Jön az iskola hozzá, ami szintén, és akkor még tegyük hozzá azt, ami a legjobb szülői szándék, de mégiscsak ott van a túlterheltségről, ha már erről beszélünk, hogy akkor jön a külön óra, az angol, német, francia, akármi, a külön edzés, mert a legjobbat akarom, akkor zeneiskolába jár a gyerek, balettozik, néptáncol, karatezik, focizik, mert tele van mindenféle energiával, vezessük le, és akkor ezek mind olyanok, amik még pluszba segítenek is, de még pluszba még hozzátevődnek, és nincs arra ideje, és szerintem igazából szerintem talán a legnehezebb a történetben az, hogy ő játszon, uh-huh. és hogy gyerek legyen. Pontosan. Igen. Pontosan. Mert hogy ez a korszak, ez erről szól, hogy neki játszania kell, az életét úgy tanulja meg, vagy az életet úgy tanulja meg, hogy eljátszik mindenfélét. Hát azért érdemes megnézni, miket játszanak ma a gyerekek. Az jutott eszembe kicsit így az előadó művészetre, a zenélésre rácsatlakozva, hogy nagyon sokszor láthatjuk azt is, hogy valakit gyerekként raknak olyan szerepbe, hogy akkor már menjen koncertezni, turnézni, vagy... Tehát, hogy azt a felnőtt életet élje, amit egyébként felnőtt zenészek, főként szerintem a zeneiparban van ez jelen, és én magam is láttam már több olyan gyereket, aki már ős tehetség volt, és tényleg fantasztikusan hegedült, vagy énekelt, és már egyből mondjuk elindították tehetségkutatón, vagy bármilyen platformokon, nagyon károsnak tartom. És nem csak látunk én, is hanem... példát a tehetségkutatók. Hát a tehetségkutató az egyébként is, de ebben a korban meg különösen nagyon-nagyon veszélyes. Úgyhogy ezt most csak így zárójelben rácsatlakozva, és ami még eszembe jutott, az, hogy ugye ez nem csak a gyereket érinti, ez a túlterheltség, hanem a szüleit is, vagy a környezetét. Tehát, hogyha ha hazamegy, pont tegnap volt egyébként egy beszélgetésem egy ismerősömmel, ahol első osztályos lett most a kisfiú, és hát veszekedések tömkelege zajlik ugye otthon, mert hogy miért nem írod meg a házi feladatot, és itt vagyok melletted, és miért össze-vissza írod, és ő meg ugye ilyen nyeglén ott van, de hát hogy nyilván ezért, amiről beszéltünk, tehát nem lehet mérgesnek lenni arra a gyerekre, csak hogy ugye... Csak a szülőnek is elfogy a türelme, mert ő is túlterhelt, és akkor tényleg ott a feszültség. Hát igen, ezért, amit a Zsuzsi mondott, hogy valahogy rendet kellene tenni ebben az egész rendszerben, de hát ez megint csak idő. Igen, az arányokat kellene, az megakarás valóban, az arányokat kellene helyreállítani. Nagyon eltolódtunk egy ilyen teljesítménycentrikus, csak akkor vagy értékes, ha csillagos ötöst hozol. Uh-huh. Beszélgettem valakivel, és ő mesélte, hogy a gyerek hazaérkezik az iskolából, egyébként kitűnő tanuló, tehát mondanám, hogy gyári hibából minden megvan neki. Tökéletesen teljesít, hozza az ötösöket, a csillagokat, a kitűnő eredményeket mindenből, és hazajött a gyerek, és behajította a táskát valahova, és eldőlt, és nem tudom én mit kezdett csinálni, és az apu mondja az anyunak, hogy hát miért nem szólsz rá, hogy menjen, tanuljon leckét, miért, mit akarsz, hatost hozzon? Tehát értitek, hogy annyira benne van ez a felspanoltság az emberekben, hogy elveszítettük az arányokat. Én nekem
iszonyatosan fáj a lelkem, amikor egy első osztályos kislány október közepén szorong és fél. Mi lesz, ha fekete pontot kapok? Mondtam az anyukának, rajzolja tele a régi ellenőrzőjét fekete pontokkal, és mutassa meg, hogy neki is volt, és most milyen jó anyuka lett ezt belőle. Ezt akartam mondani, hogy ez a szülő a hibás elsősorban. Nem, mert ez a szülő, konkrétan itt ismerem. Én egy picit ott érzem ezt, de ne kövessetek meg, és tényleg minden tiszteletem azok, a pedagógusok, akik még állnak a vártán, és ott vannak, és csinálják. De annyira túlterheltek ők is, hogy elfogytak az eszközeik, és ezt használják fegyelmezéstől elkezdve mindenféle motivációra, lehetőleg rosszabb egyébként, ami történhet, de a gyerekek egész pici korban megvannak arra trenírozva, hogy csak akkor vagy érvényes, ha hozol egy valamilyen megfelelő szintet. Rajzolásban, éneklésben, táncolásban, számolásban, írásban, olvasásban, viselkedésben, bármiben. Tehát csak akkor vagy érvényes. Nézd meg ezeket a különböző platformokat, ezeket a közösségi oldalakat, amikor kiplakátolják, hogy az én gyerekem itt, ott, ezt, azt, ilyet, olyat. Most bocsánat, aki nem teszi, annak a gyereke is ugyanúgy érvényes. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyensúlyba kellene kerülnie újra az életnek, ahhoz, hogy az élet tovább tudjon lépni és fejlődni. Valójában ezt azért saját bőrömön is megtapasztaltam, tehát én is ebben nőttem fel, hogy nekem mindig a szülők azt várták, hogy valamiben legyek tökéletes, csak sokkal kevesebb ingerben. Tehát igen. Ez a teher rajtunk is volt azért, mert azért azt gondolom, hogy mögött talán olyasmi is meghúzódik, vagy meghúzódhat, hogy a szülő mégiscsak a gyerekének a legjobbat akarja, és azt gondolja, hogy akkor lesz a gyerekének a legjobb, hogyha a legjobb eredményt hozza, mert akkor jó helyre fog kerülni az élete során, a munkájában, jól fog érvényesülni, és hogy tehát a szülői oldalról legalábbis nekem egy ilyen sejtésem van a történetben, hogy hát persze azért nyomja a gyerekét, mert nem akarja, hogy és azt hiszem, hogy talán lehet, hogy ez lehet egy nézőpontváltás, hogy mi a jobb a gyerekemnek, vagy mikor lesz jobb a gyerekemnek, hogyha őt agyon pörgetem és agyon nyomom, hogy majd aztán akármilyen szinten érvényes, ami szerintem jó neki, vagy pedig az, hogy megpróbálom megérteni őt, és lehet, hogy alacsonyabb szintet fog hozni, mert lehet, hogy csak hármasokat hoz haza, meg nem hoz állandóan piros pontot, de hogy egy felszabadult, boldog élete lesz. Tehát itt a cél is az eszköz. És egyébként minden tiszteltem, meg a tietek, mint szülőké, hogy ezt az egyensúlyt jól megtalálni, hogy a legjobbat akarom a gyerekemnek, de vajon mi a legjobb a gyerekemnek, hogy rányomjam még 3000 külön órával, most bocsánat, hogy megint ezzel jövök, mert hogy akkor valami olyan alapja lesz, ami majd segíteni fog, és már óvodában menjen angol órára, meg nem tudom, tanuljon 3 nyelvet, nem tudom, bölcsődében, most megint valami bolondságot mondtam, de hogy vagy pedig azt mondom, hogy neki most az a jó, hogyha ő most játszik, ha ő most még nem ezt nyomom neki. És nyilván persze lehet oktatni a gyerekeket úgy is, és hogy játékosan tanuljon meg dolgokat, de hogy ennek az egyensúlyát, jó egyensúlyát szülőként megtalálni, azért azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas feladat lehet. Szerintem egyébként az is nagyon fontos, hogy az, amit gyerekkorban tapasztalnak, és az, ami kialakul, tehát ez a teljesítéshez való hozzáállás, attitűd, hangulat, stb., azt viszi tovább felnőtt korára. Tehát, hogy ez nem csak egy aktuális állapot, meg a sulihoz tartozó dolog, hanem ezt ő megtanulja, beépül, és viszi tovább. És ez nagyon nagy baj. Ez predesztinálja a felnőtt létnek is. A de ott is ez az üzenet van. Abszolút. Akkor haladsz előre, hogyha te jobban nyomolsz. Egyébként ehhez már csak egy pici apró adalék, rengeteg kutatás van ebben a témában, hogy hogyan hasznosulnak az iskolában elért eredmények. Na most az általános iskolás korosztályt, hogyha megnézem, kikerülve az általános iskolából a gyerekeknek egy jó része, kitűnő tanuló volt, hozta azt a szintet, bekerül jó gimibe, ott is hozza a szintet, elvégzi az egyetemet, stb., és van egy tök középszerű élete. Tehát nem hoz ki belőle semmit. Voltak hármas tanulók, akik úgy el voltak, köszönték szépen, csak annyi energiát raktak bele, ami ahhoz elég volt, hogy pipa megvolt, és aztán hadd menjek tovább focizni, vagy bármi más csinálni, amitől én úgy érzem, hogy élek. És ezek a gyerekek pedig úgy nőnek fel, hogy meg tudják az arányt később is sokkal inkább teremteni, mert nem fognak bele hajtani a fejüket abba az igába, ami ő neki köszöni szépen, de nem kell.
megtanulja, hogy célirányosan hova fektessen energiát, és megtanulja, hogy hogyan fog elérni bizonyos eredményeket. Tehát nagyon-nagyon rossz az az attitűd, amikor azt mondja a szülő, hogy csak akkor vagy, hogyha jó iskolába, jó gimibe mész, és aztán jó egyetemre mész, és aztán nem tudom én. Persze fantasztikus, hogy a Yale-en van magyar tanítvány, hogy nem tudom én. Tehát ezek óriási eredmények. Csak a nagy átlagból tudni kell, hogy ez pont úgy működik, mint a sportolóknál. Tehát az olimpiai aranyérmet egy számban, egy évben egy valaki kapja meg. A többi a futottak még kategória lesz. És hiába keltek hajnalba, és úsztak, és edzettek, és csináltak mindent, és nem tudom én hány éven keresztül. Most ez a hiába, ez egy ilyen 66 idézőjel, félreértést ne essék. Én is sportoló voltam, tehát nem azt mondom, hogy ne sportoljon a gyerek, még nehogy valaki most a másik oldalra fordítsa ezt át. De nincs arányban az elért eredmény a befektetett energiával. És ez a borzasztó, amikor a gyerek gyakorol, aztán másnap a túl sok gyakorlástól, stressztől leblokkol, mégse hozza a szintet, nem sikerül jól a dolgozat, és hazajön őrjönkbe, hogy ezért gyakoroltál velem egész hétvégén? Ezért nem mehettem focizni? Uh-huh. Igaza van a gyereknek? Uh-huh. Egyébként, hogy ez az ötös fóbia mennyire tendencia, most egy pillanatra behozom a felnőtt korosztályt, aztán visszamegyünk a gyerekekhez. Vannak körülöttem olyan felnőttek, akik a munkájuk miatt első, második, harmadik diplomájukon dolgoznak, és nyilván csak az volna a lényeg, hogy szerezze meg a diplomát, tehát, ahogy szoktuk mondani, hogy görbüljön, de ők is ötös, tehát az felnőtt létére, van, aki már nagyszülő, úgy dolgozik amellett, de a munkahelyén mondták, hogy még ezt a diplomát meg kéne szerezni, és hajtja magát halomra, hogy ötös legyen. Ezt szoktam mondani, hogy minek? Minek? De valahogy ez már tényleg belénk vésett. A másik, hogy visszamenjünk a gyerekekre épp a sporttal és a mozgással kapcsolatban. Ugye Gábor atya említette, hogy a szakkörök meg a külön edzések meg az egyebek. Kérdem én, hogy az, hogyha a gyereke mellett, a túlterhelés mellett valamit sportol, az nem segíti-e, hogy agyilag jobban bírja a túlterhelést? Pont ez a lényeg, hogy bizonyos mértékben és bizonyos arányban, és megint az arány az lesz az, ami a legfontosabb lesz ebben az egészben. Tehát, hogyha a gyerekkel elmegyünk sportolni, és az nem egy újabb terhet róná, hogy ott is megfelelési kényszerbe fogják mondjuk, bele. Mondjuk, hatkor el kell menni edzésre, és akkor hozzátok föl kell kelni, hatkor elmegy edzésre, utána elmegy az iskolába. Tehát itt az élsport, meg a sportolgat a gyerek. Igen. Tehát én nekem, ilyen, te bocsánat, belemáttam, csak hogy erre gondoltam én is, hogy sportol a gyerek, fontos létfontosságú, hát mozogjon tök jó, de amikor már valaki élsportra törekszik, ott szerintem rengeteg energia. Én azt gondolom, én meg nem sportoltam ilyen versenyszerűen, mint ahogy ti, inkább én a sportolgatós, ez a kosarazgattam itt a Bregyóban meg, tehát nagyjából ez a kategória volt, amiből... De boldog voltál vele? Hát én élveztem, nem nagyjából ezen a szinten mozogtam a sporttal, de hogy ez így jó volt, de hogy... Csak így elképzelem, mert volt egy rövid, nagyon-nagyon rövid étus a pályafutásom, az körülbelül egy pár hónapig tartott, miután a Inutai úszodába ott kért az edző, hogy ugorjak egy fejestel, és egy gyönyörű talpast így beugrottam elé, és azért megköszöntük. Ebbe én is jó vagyok, ezt töltöttem. Aztán rájöttem, hogy ez nem az én műfajom. Tehát ezért nem láttatok engem itt az olimpiai érmesek között, mert ott derékbe szakadt a pályafutásom. De hogy ez a mozgás az mindig, azt gondolom, hogy fontos. Tehát nem a sport ellen beszéltem az előbb a túlterhelés miatt, hanem az, hogy csak hogy ebbe gondolok bele, hogy mert tudok olyan gyerekekről, akik élsport szinten, tehát nagyon komolyan járnak edzeni, és hogy azon túl, amit mondtál, hogy 0. órától 8. óra, és akkor utána még edzés, meg előtte hajnali edzés, meg nem tudom hány edzés, és akkor hol van ideje, Gyereknek lenni. Azért akartam megélni, amit te mondtál. Azért akartam ezt mindenképpen visszahozni, mert olyan esetről is tudok, hogy a gyerek mondjuk szívesen sportol, és akkor hoz egy rosszabb jegyet, mondjuk hármast, és akkor nem engedi sportolni. Hogy amíg ezt ki nem javított, nem mehetsz edzésre. Most ez a 22-es csapdája, hiszen azért jó, hogy sportol, hogy az agya jobban működjön, bólogat itt a mozgásterapeuta. Így van. Meg semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Így tehát van. Én azért nem értettem, hogy miért kell a másik oldalon büntetni soha. Tehát ez nem jó ötlet. Tehát hogyha esetleg lehet kérni valamit, akkor ne így. Sőt, hát, mert ez egy kicsit ilyen idomít, tehát pont amit az előbb említett, hogy trenírozás, tehát ez a jutalan büntetés, tehát hogy jön az oroszlán és a jó csinek a kapusít, hanem akkor kap egy ostorcsapást, és akkor előbb-utóbb megtanulja, mit hogyan kell csinálni, és gyakorlatilag ez a
Ez a szélsőséges történet, ez igazából azt hiszem, hogy ebben nehéz, vagy ez tud nehéz lenni benne esetleg, hogy... Ez egy nagyon nehéz dolog, és a másik nagyon nehéz dolog, ugye a gyerekektől mit várunk még el amellett, hogy jó eredményeket hozzanak? Hát, hogy remekül viselkedjenek, igen, hogy kultúrlények legyenek, hogy ne legyen velük probléma, hogy belesimuljanak szépen csak az osztályba. Igen. Na most, ha délelőtt mondjuk 9:30-kor a Sárikának éppen valami nagyon nehéz volt, és rossz volt, és odavágja a padra a cuccát, és elkezd kiabálni, és tompolni, és kétségbe esni, és a tanárő nem tudja tanítónéni megnyugtatni, akkor hoz ki az ellenőrződet, beírás. Beírom a krétába. Mi történik itt ebben a pillanatban? Anya idegbajt kap a munkahelyén, onnantól anyának a munkájának gatter, egyrészt, másrészt a gyerek végig izgulja a napot, hogy mi lesz otthon. Mire hazaér, már régen nem tudja, hogy miért izgul és szorong, csak fél attól, hogy most mi következik. És borzalmas ez az egész így. Valahogy én azt érzem, hogy békjóba kötözi a gyerekeknek a lelkét, és a szülőket arra kényszeríti, hogy valamilyen módon részt vegyenek ebbe a harcba. Én annak idején, bevallom őszintén, beleírtam az ellenőrzőbe, amikor a gyerekem valami délelőtt nem tudom, hogy mit csinált, mondtam, hogy én meg ezt csináltam, nem sikerült tökéletes, de igazán hónap kijavítom. Mit csináljak vele, hogy az én gyerekem mit csinál az iskolába délelőtt 10 órakor? Én a munkahelyemen vagyok, van épp elég dolgom, figyelmemet kéri, ott vagy, tehát nem tudok vele mit kezdeni. Nem is érdekel, őszinte leszek, mert nem az én feladatom. Azért bíztam rá a gyerekemet az óvónénire, a tanítónénire, a tanárra, az iskolára, az akárkire, mert én úgy gondolom, hogy ott hozzáértő szakemberek kezébe van a gyerek, és ott megfelelő módon fogják őt segíteni, támogatni, nevelni, tanítani abban az időintervallumban, amit kötelező neki ott tölteni. És most ez nem arról szól, hogy én otthon nem foglalkozom vele. Egyáltalán nem arról szól, csak hogy kerüljenek már helyükre a dolgok. És akkor tudunk partnerek lenni. Tehát gyerek még egyszer nem viselkedett jól az iskolában, mert reggel azt mondta az anyukája, hogy jó legyél kisfiam, máma. Uh-huh. Még olyan gyerek nem volt. Én ilyen voltam. Egyen a szíved. Hát gratulálok. Nem véletlenül lettél papa. Egy fontos dolog jutott eszembe az előbbi példából, amit a Zsuzsi hozott, hogy tehát hagyjuk meg a gyereknek azt az élményt, hogy ő hadd lehessen dühös, vagy ideges, vagy bármi, tehát hogy ez legyen érvényes az, hogy ő mit érez éppen. És ez egyébként a felnőttekre is vonatkozik, de a gyerekre is, mert nyilván ő még talán hangsúlyosabban éli ezt meg, vagy látványosabban, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy nem baj, hanem adjunk ennek teret, hallgassuk meg, hadd sírjon, hadd dobáljon, legyen egy párnája, amit ütöget, vagy nem tudom, tehát tényleg legyen meg erre az ő kis területe, és hogy tanulja meg azt, hogy ez szabad. Hogy ennek hangot lehet adni, nem kell elfolytani, és nem kell szégyenkeznie amiatt, hogy ő most esetleg így érez. Ugye én most nem vagyok pedagógus, de próbálok egy pedagógusat gondolkodni, hogy a nehézségen, tehát otthon oké, tehát hogy teljesen jogos, de hogy amikor rendszerbe próbálok gondolkodni, akkor szerintem nagyon nehéz dolog lehet, hogy próbálom az órát tartani, amire fölkészültem, átadni az anyagot, amit látom, abszolút hogy a otthonra vonatkozott, van. Bocsánat, tehát otthoni példa volt, amire én reagáltam szülőként. Akkor a Zsuzsihoz is, hogy mit csináljon a tanítónéni? Tanítónéni, mert most van egy picit érzékenyebb gyerek mondjuk, aki látványosabban fejezi ki, hogy neki valami nem stimmel, akkor ő most, tehát hogy menjen át kicsit anyukába addig, és a többiekkel hogyan valahogy... Hogyan csinálja, igen, hogy akkor mi mert, legyen? Mert hogy szerintem ez egy nehéz kérdés. Ez egy iszonyatosan nehéz kérdés, annál is inkább, mert hogy ma már egy általános iskolai osztályban mondjuk legyen 25-28 gyerek, abban nem egy ilyen lesz, 12 minimum. Szerintem inkább fordítva. Ma rengeteg ilyen gyerek, gyerek van, akiknek mindenféle olyan megnyilvánulási formáik vannak az általános iskolákban, és már a középiskolákban, ott már másfajta problémák lesznek, de ugye most még maradjunk az általános iskolásoknál, amivel a pedagógus, hát Isten igazándiból nem nagyon van eszköze, és nem tud mit csinálni. Tehát a pedagógus társadalmat, bocsánat, de nem képezték ki arra, hogy egy közösség kovácsolásának része az is, ha egy társunk bajban van,
akkor a többiekkel megbeszélem, hogy mi hogyan tudunk mindannyian neki segíteni. Mert ugye most az az egy van, baj van, de legközelebb te leszel, vagy a következő. Tehát, hogy egyáltalán egy olyan közösséget összekovácsolni ezekből a gyerekekből, hogy a sokféleséget be tudják fogadni, tudják értelmezni, és ezzel tudjanak együtt élni, hogy ne legyen nekik probléma, hogy neked kék szemed van neked meg, zöld szemed van neked meg, nem tudom, barna szemed van. Tehát, hogy érted? Vagy ne legyen az, hogy te most magasabb vagy, te alacsonyabb vagy, te egy kicsit szélesebb vagy, neked nagyobb lábad van, neked nagy kezed van, te szépen és te nem tudom én. Tehát, hogy attól még legyen már igazán a helyén az a gyerek, és engedjük meg neki, hogy ő élvezze az életét, és örömmel növekedjen föl, mert akkor lesz értékes tagja a társadalomnak. Tehát valahol ebben kellene megint egy egyensúly találni, hogy a pedagógus társadalomnak a képzésében, továbbképzésében hány ilyen van, rengeteg egyébként, nagyon sok ilyen program fut már, ahova ők tudnak menni továbbképződni. A képzésben nem tudom, hogy ez mennyire van bent, talán ott is esetleg szépen lassan lesz valami változás, de mindenféleképpen afelé kell menni ebben az egész rendszerben is, hogy nekünk együtt kell élnünk, most is, meg ha felnövekszünk, akkor is. Tehát meg kell tanulnunk egymást elviselni, segíteni, támogatni, és visszajelzéseket adni. Hogy az, hogy te most itt őrjöngsz, azt én értem, mert kiborultál, látom, hogy problémád van, megpróbálok segíteni. De ha te nem akarsz magadon uralkodni, és újra őrjöngéssel fogod csak lereagálni a helyzeteket, akkor én egy idő után elfogytam, és nem tudok neked segíteni, és akkor inkább elhatárolódom tőled. Tehát meg kell tanulni a gyerekeknek ezeket a relációkat. Hol? Hát gyerekkorba kell megtanulni ezeket az interakciókat. Tehát, hogyha erre nem adunk lehetőséget, mert mindenki ül így, ez az, amit az előbb felvetettél, hogy felnőtt kor lesz, hogy vonatkozik. Illetve itt jön elő nekem az a kérdés, amiről szintén egy picit beszéltünk, de lehet, hogy majd fogunk később talán beszélni, hogy egy túlterhelt, fáradt felnőttnek hogyan van mondjuk ideje arra, hogy például ezt a rendszert végigcsinálja. És ezzel felvezettük a következő műsort, azt hiszem, mert ugye a felnőttek is túl vannak terhelve igen gyakran. A családban mindig van egy olyan tag, aki valamivel többet vesz magára, és lehet, hogy nehezebben viseli, és a család ebben, hogy tud segíteni. Na, ez lesz a következő műsor témája, de majd csak 2 hét múlva. Ma nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Koszi Jankának és Tolnyai Gábornak, hogy itt volt velünk. A nézőknek nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. 2 hét múlva újra itt vagyunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.